Szakemberek egybehangzó véleménye szerint belpolitikai okok miatt nem tudnak megegyezni az adósságplafonról a demokraták és a republikánus párti kongresszusi vezetők. Mint mondják, nem valós vita, inkább politikai erőfitoktatás zajlik a két oldal között. Amerika szakértők szerint nagy rá az esély, hogy ma megszületik az egyesség, a képviselők ugyanis nem kockáztatnak meg egy esetleges leminősítést. Hetek óta tart a vita a demokrata és republikánus képviselők között eredménytelenül. Néhány napja Barack Obama televíziós beszédet is tartott miatta, pedig ilyet csak a legritkább esetben tesz. Veszélyes játéknak nevezte a patthelyzetet, és arra kérte a kongresszus vezetőit, mielőbb állapodjanak meg. A gyors megegyezésre azért lenne szükség, mert augusztus 2-án az amerikai államadóság eléri a törvényben rögzített plafont. Ha addig nem emelik meg, akkor az Egyesült Államok nem vehet fel újabb hitelt, azaz fizetésképtelenné válik. Bár a plafon emelésében egyetértenek a politikusok, az azt követő kiigazítások kérdésében nem jutnak dűlőre. Simonyi András volt washingtoni magyar nagykövet szerint nem valós vitáról, hanem egyértelmű belpolitikai erőfitoktatásról van szó. Ez politika, ugye részben a demokraták és a republikánusok közötti politikai csatározásról van szó. Részben pedig nagyon érdekes módon a republikánusokon belül van egy feltörekvő, erős, új radikális mag, amelyik ezzel akarja magát pozícionálni. Mind a kettő kompromisszum késznek tűnjön. Magyarics Tamás külpolitikai szakértő híradónknak azt mondta, a képviselők pontosan tudják, hogy a megegyezésnek komoly tétje van, így nem valószínű, hogy megkockáztatják a mai megállapodás elhalasztását. Egyik oldal se szeretné magára venni annak az ódiumát, hogy miatta elég is gyors következményekkel járna nem csak a kormányzatra, hanem az emberek közvetlenül is ez az egész helyzet. Tehát azt hiszem, hogy itt arról van szó, hogy ki nem bírja tovább a farka szemet nézni a másikkal, és ki fog előbb pillantani egyet. Én azt hiszem, hogy ilyen például talán a republikánusok vannak picit előnyösebb helyzetben. A vita most a republikánusok által már elfogadott Boehner tervről folyik, amely 10 évre tervez 917 milliárdos kiadáscsökkentés és 900 milliárd dolláros adósságplafon szerepel benne. Ha valamiért mégsem sikerülne határidőig megállapodni, az az egyes szakemberek szerint a Lehman Brothers csődjével azonos nagyságrendű válságot idézhetne elő.